Tisztelt harmadik kerületiek, kedves barátaim! A közösségi költségvetés azt jelenti, hogy otthonunként gondolunk arra a helyre, ahol élünk. Ez nem csupán a lakásunk, a házunk, a környékünk, hanem az a hely, ahol otthon vagyunk. A közösségi költségvetés önökért van. Szebb, fenntarthatóbb, élhetőbb lesz lakókörnyezetünk. És önök döntenek arról, hogy milyen fejlesztések valósuljanak meg. A közösségi költségvetés egyszerű. Mindössze pár perc, és szavazatukkal már is hozzájárultak a kerületünk fejlődéséhez. A közösségi költségvetés személyes. Csak önök tudják, hol legyen új járda, biciklitároló, utcabútor, vagy hol legyen új zöldítés a kerületünkben. A közösségi költségvetés csapatmunka. Ötlettől átadásig csak együtt, közösen lehet eljutni. Ez a harmadik kerület jövője. A közösségi költségvetésben a közösség a kulcs szó. Önök a harmadik kerületiek találták ki, hogy mire költsön az önkormányzat. Önök tettek fejlesztési javaslatokat. Együtt gondoltuk át, közösen szavazunk róla, és közösen fogjuk megvalósítani is. Erről beszélünk, amikor azt mondjuk, otthonunk Óbuda Békásmegyer. Fogjanak össze idén is, fogadjanak örökbe egy-egy projektet, és biztassanak másokat is arra, hogy szavazzanak, hogy arra tudjuk költeni a 100 millió forintos keretösszeget, amire igazán fontos. Az idei már a negyedik közösségi költségvetés, amire joggal lehetünk büszkék. És miközben a harmadik kerület szépítésén, fejlesztésén dolgozunk, úgy leszünk egyre felelősebb és tudatosabb lakói ennek a páratlan városrésznek. Ne hagyják ki idén sem a lehetőséget. Várjuk szavazataikat június 1-ig. Tudják, a mi otthonunk, a mi döntésünk.